egy nem túl ismert egyiptomi fáraó, a nagy közönség számára egyáltalán nem ismert. Tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy kit ábrázol. Van a Szépművészeti Múzeumban egy szobor, egy ókori királyfej, ami egy korabeli társadalom szociológiai lenyomata is lehetne. Jellegzetes jegyei, arcának vonásai egy régi korról mesélnek még akkor is, ha ő maga titokzatos maradt a számunkra. Stíluskritikai jegyek alapján tudjuk egy szoborról, hogy különösen, hogyha jó minőségű egy szoborról megállapítani, hogy mikor készülhetett. A királyszobrok esetében nagyon sokszor pontosan tudjuk, hogy milyen apró részletek jellemzők egy-egy királyra. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a szobrok valóságos portrék lennének, csak maguk a stílusjegyek alapján azonosíthatók az arcok. Ez a fáraó talán 7. Szobekhotep vagy 8. Szobekhotep lehetett. A szobor ihletője a Középbirodalom végén a 13. dinasztia második szakaszában élhetett, ami a Krisztus előtti 1700-1650-es időszakra tehető. Az, hogy egy fáraónak az örökkévalóságba tekintő komoly, vagy akár nagyon szigorú, gondterhelt arca van, vagy pedig ilyen mosolygós, mint ennek a fáraónak az esetében, az segít megállapítani nekünk azt, hogy mikor készülhetett. Ha megnézzük ezt a fejet, akkor látjuk, hogy mosolyog. Úgy is hívjuk egyébként a szakirodalomban, hogy a budapesti mosolygó fáraó. A Középbirodalom jellegzetessége még a nagy fülek ábrázolása, illetve a szem, a szemöldök és a száj kidolgozottsága. Annak ellenére, hogy ez az arc mosolygós, nem egy ideális arcot látunk, mert hogy ráncos, mert hogy a szeme alatt karikák vannak, mert hogy a felső szemhéja egy kicsit leereszkedik, az alsó ajka jóval húsosabb, mint a felső ajka. Ezek általában kultuszszobrok, az egyiptomi szobrok, templomokat díszítenek vele. Nagyon sokszor több egyforma szobrot készítenek, tehát amikor mondjuk templomban helyezik el ezeket a szobrokat, akkor elképzelhető, hogy egymás mellé több teljesen ugyanolyan szobrot, vagy nem teljesen ugyanolyan szobrot, hanem kinézetre ugyanolyan szobrokat készítenek, de mondjuk egy picit az arc kifejezésük eltér. A múzeumban található fej egy szobor felső része. Nem tudni, hogy ülő, álló vagy térdeplő szobor részletével van dolgunk. A vitrinen található rajz megmutatja, hogyan nézhetett ki a szobor eredeti formájában. Van a berlini múzeumban egy térdeplő királyszobor, amelynek a felső része hiányzik, és két áldozati edényt tart a kezében. Ennek a szobornak a méretei és az anyaga granod dioritból készült mind a két szobor. Itt még van egy pici rész, ami hiányzik, és a két szobrot nem vetettük alá anyagvizsgálatoknak, nem láttuk együtt, tehát nem illesztettük össze, úgyhogy ez csak egy feltételezés, de nagyon elképzelhető, hogy a két szobor összetartozik.